Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Jelenlegi világunk mennyire tetszik? Ki az, aki nem elégedett a jelenlegi világunkkal? Köszönöm. De mi legalább teszünk valamit, hogy legyen egy jobb világ, nem? Na nézzük meg, mivel teszünk. Jó? Fejlesztjük magunkat. Szellemileg fejlesztjük magunkat. De miért kell ebben a világban fejleszteni az embernek magát? Nézzük meg. Hát mert eléggé elbutítják az embereket. Tehát van egy ilyen általános elbutulás világunkban. És ugye ez minek következtében történik? Hát mert régen, ha végig gondolod, nem volt olyan technika, ami helyetted bármit is megcsinál. Nem volt. Tehát évezredeken keresztül nem volt semmilyen olyan dolog, olyan gép, ami egy átlag embernek megcsinálta volna a dolgát, nem? Ezért az átlag embernek ki kellett találni, hogy mit, hogyan oldjon meg, nem? Most nem kell gondolkodni, hogy mit, hogyan oldjál meg, mert a gép megcsinálja helyetted. Oké? Tehát én most nem a robotokról beszélek, hanem a gépekről, amik, gondold végig, egy háztartásban mennyi gép van. Tehát régen, ha az ember akart hallani valami hírt, akkor át kellett menni a szomszédba, nem? Hogy halljon valami hírt. Most tudom, bekapcsol egy rádiót, nem? Hogy bekapcsol egy telefont, amiben vannak hírek, nem? Ha állandóan be van kapcsolva a Facebook mondjuk, akkor ott állandóan jönnek hírek, nem? Tehát régen, ha az ember mosni akart, akkor ki kellett találni, hogy hogyan, miként csinálja, nem? Most fogja, bedobja a mosógépbe, aztán kimos a mosógép. Nem? Tehát gyakorlatilag, ha végig gondolod, mit tudom én, mondjuk 100-120 évvel ezelőtt a háztartásokban semmilyen gép nem volt. Semmilyen. Tehát itt évezredeken keresztül semmilyen gép nem volt, és az embereknek mindenhez gondolkodni kellett, hogy mit, hogyan oldjanak meg. Gondold végig. De most jöttek a gépek, jöttek olyan gépek is, ami már helyetted is megold dolgokat, és akkor az embernek nem kell gondolkodni. És az emberek szépen leszoktak a gondolkodásra. És minél több a gép, az emberek annál jobban leszoknak a gondolkodásra. De teljesen logikus. Most jön majd a mesterséges intelligencia, majd pár éven belül bevezetik, hogy a háztartásokban is működjön a mesterséges intelligencia, és az embereknek még kevesebbet kell majd gondolkodniuk, mert a gépek megoldanak helyettük mindent. Érted? Na most, de ez azt jelenti, hogy az emberi elme az úgy működik, hogyha nem, ahogy szokták ezt mondani, pallérozzák, tehát hogyha nem gondolkodtatják az emberi elmét, egy embernek nem kell gondolkodni, akkor elbutul. Ez olyan, mintha az izmodat nem használod, akkor elgyengülsz, és egyre gyengébb és gyengébb leszel. Tehát az ember úgy működik, hogy minden részét edzésben kell tartani.
És ha az emberek valamelyik szervét, vagy valamely részét nem tartja edzésben, akkor az elsatnyul. És az emberi elmének az elsatnyulása az az elbutulást jelenti. Tehát ugye ismeritek ezt az elme palérozást kifejezést. Tehát ez azt jelenti, hogy tanul és fejleszti az elméjét. Oké? Tehát gondold végig, régen azt mondták, hogy azért van egy embernek szókincse, mert biztos sokat olvasott. Manapság már, főleg a fiatalok, nem olvasnak. A telefont olvasgatja. De nem olvasnak könyvet. Érted? Tehát, és ez tényleg így volt, hogy minél több könyvet olvasott valaki régebben, annál jobb volt a kommunikációja. És ez már nem így van. Már az azt jelenti, hogy nem olvasnak, és azt látod, hogy akik nem olvasnak, azoknak jó a kommunikációja? Egyáltalán nem. Szóval az emberi elmének természetes dolog, hogyha nincs edzésbe tartva a gondolkodással, akkor elsatnyul, elbutul, elhűl az ember. Szó szerint. És ha egy ember elbutul, elhűl, akkor nyilvánvaló butaságot, hülyeséget fog csinálni. Logikus. Hát most gondold végig, az mekkora hülyeség, hogy valaki többet ad ki, többet költ, mint amennyi a bevétele. Mekkora hülyeség, és mennyien csinálják? Mondod végig. Mondjuk az emberek fele, legalább. Érted? Ha nem is rendszeresen, de valamilyen időközönként többet költ havi szinten, mint a bevétele. Tök butaságnak tűnik, nem? És mégis tömegesen csinálják ezt a butaságot. Tehát gondold végig, az emberek régen nem voltak eladósodva. És mégis éltek, nem? Eladósodás nélkül tudtak élni. Hát van egy mondás, hogyha több az adósságod, azt tudod, mit jelent? A vagyonban, mértékben, összegben több az adósságod, mint a vagyonod. Tehát mit tudom én mondjuk, valaki vásárol egy lakást, és mondjuk kifizeti a 20%-át, annyi az önerő. És mondjuk 80%-ra fölvesz hitelt. A legtöbb ember azt gondolja, hogy gyorsan megoldotta a lakásának a tulajdonlását, és ő már tulajdonos, és egy hirtelen jó módú lesz. Lett. Közben van egy olyan mondás, hogyha több a hiteled, mint a vagyonod, akkor szegényebb vagy a templom megerénél. Na szóval, akkor menjünk vissza ez a példához. Tehát valaki megvette 20%-ét, 80% pedig a bank adta. Plusz rászámolja a kamatot. Azt mondja, hogy mikor ezt vissza kell fizetni, akkor nem 80%-ot kell visszafizetni, hanem mondjuk 160%-ot. És akkor még azt mondom, hogy olcsón számolta meg a bank a dolgokat. Jó? Az azt jelenti, hogy a 20%-hoz képest a 160% az 8-szor több. Az azt jelenti, hogy neki 8-szor akkora hitele van, mint amekkora a vagyona. De ezt a legtöbb ember
nem gondolja végig. És gondold végig, hogy energetikailag, érzésben, hogy működik az egy embernél, hogy mondjuk 25 év múlva lesz az az enyém teljes egészében, addig az nem az enyém. Érted? 25 évig. Jó, javít az helyzetén, mert nem 8-szorosa lesz már mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva az, ami nem az övé, hanem a banki. Már kisebb lesz ez az arány. Mert lehet, hogy már csak 4-szeres lesz, vagy 3-szoros. S annak, ami az ő része. De ez is nagyon érdekes, hogy gondold végig, valaki fölvesz ingatlan vásárlásra hitelt, és mondjuk maradjunk ennél a számoknál, hogy 20% önrész, 80%-ot ad a bank, plusz még megterheli 80, még annyi kamattal, mint amit adott. Tehát magyarul akkor az azt jelenti, hogy a 160% a bank része. De az azt jelenti, hogy ha már az ember a hitelt kifizette, mondjuk annak a 90%-át, a bankon még akkor is ugyanannyi a banknak a tulajdonjoga, a jelzálog joga ugyanannyi a bejegyzett rész a földhivatalnál. Az a mondjuk a 20 év alatt nem változott meg. Nem tudom, világos-e? És ezt senki nem firtatja ezt a kérdést. Érted? Tehát ugyanakkora, ha neked már csak 3 hónapnyi tartozásod van mondjuk a bank felé, a banknak akkor is ugyanannyi a jelzálogjoga, mint akkor, amikor felvetted a hitelt. Közben nincs jóváírás vagy változás a tulajdonjogba. Ami azt jelenti, hogy gondold végig, hogy gyakorlatilag odáig, hogy lekerül a tulajdon joga, a jelzálog joga a banknak, az ingatlanról, addig akár bármikor árverezhet. És bármikor követelheti még azt a részt is, amit már kifizettél. Mert a jelzálog joga az arra 80, több mint a 80%-ra vonatkozik. És az a baj, hogy egy ilyen világ felé megyünk, hogy a hatalom és a pénz, aki a pénzzel rendelkezik, ugye az hatalommal rendelkezik, az gyakorlatilag azt csináljon az emberekkel, amit akar. Egyre több olyan ország van, ahol a bíróság az nem független, többek közt Magyarországon sem. Független. Ami azt jelenti, hogy onnan gondolkozz logikusan, hogy az emberek fölvesznek hiteleket, közben fizetik, törlesztik a hitelrészletet, és semmivel nem változik a banknak a jelzálog joga. De valahogy erről még én sehol nem olvastam. Pedig ez tény. És sehol nem vetették föl ezt, hogy ez mekkora szívás, ebből bármikor vissza lehet élni. Oké? Okay? Bármikor vissza lehet vele élni. Tehát most gondold végig, hogy az embereknek fogalmuk nincs ilyen dolgokról, tudod miért? Mert nem is gondolkodnak.
Tehát nincs gondolkodás. Tehát én ezeknek a dolgoknak nem kellett, hogy utána nézzek, hanem csak most. Nem gondoltam, hogy erről fogok beszélni, mikor ide most kiálltam. Ez most csak úgy eszembe jutott. Mert én képes vagyok arra, hogy gondolkodjak, érted? Mert én pallérozom az elmémet. 32 éve pallérozom az elmémet. 32 éve, érted? Tehát 32 éve tanulok, és fejlesztem az elmémet. 30 éve tanítok, hát aki tanít, annak is kell tanulni. Mert ha nem tanul az, aki tanít, akkor a tudása lemarad. Tehát aki tanít, annak mindig többet kell tudnia, mint akiket tanít. És csak úgy tud az ember többet a többieknél, hogyha tanul. Világos ez? Most az, hogy milyen formában tanul, az most ebből a szempontból teljesen részletkérdés. Tehát ha az ember már használ gépeket, az nem baj, használjon. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy technika ellenes vagyok, nem. Csak ne hasson ez olyan hatással, hogy a gondolkodásod rovására. Hogy elcsökevényesedjen a gondolkodásod. Mert te mindenféle technikát használsz. Meg technikai eszközt. És a mai világban, hogy az embernek a gondolkodása az fennmaradjon egy olyan világban, ahol a technikát használják gondolkodás helyett, és a megoldások helyett is a technikát használják, hát az ember legjobban azzal jár, hogyha fejleszti a saját szellemi képességeit. Tehát pallérozza az elméjét. Tehát tanul. Oké? Tanul. És nyilván, ha az ember tanul, akkor olyat tanuljon, amit hasznosít is. Ne olyat tanuljon, aminek semmi értelme nincs. Tehát nem azt kell tanulni, amit sok ember szokott. Hogy azért tanul dolgokat, mert az a téma tetszik neki. Érdekli őt. Igaz, hogy tudja, hogy soha semmire nem fogja használni. De mivel érdekli, ezért tanulja. Érted? Erre a legjobb példák, ha megnézed, a könyvek. Milyen könyvek? Mondjuk az ilyen irodalmi alkotások. Tehát ahol ilyen, mit tudom én, happy end-el végződik, szerelmes, jó érzéseket kelt, érted? És akkor elolvassa azt a szerelmes könyvet, és akkor azt hiszi, hogy abból ő mennyit tanult, mennyit fejlődött. Lehet, hogy a kommunikációja egy picit javult, mert hát olvas. De ugye ahhoz, hogy sokat javuljon valakinek a kommunikációja, az sokat kell olvasni. De igazából nem tanul. Módszereket nem kap. Tehát a tévében rengeteg olyan szerelmes film van, nem csak a tévében, mozikban is, rengeteg szerelmes filmet készítettek, ami valamilyen könyv alapján készült. Tehát annak a filmnek, tehát ezáltal írója van. És ha az ember ilyen filmet megnéz, jó érzést kelt benne, de semmilyen módszert nem kap. Semmire. Nincsenek módszerek. Nincsenek.
nincsenek mondjuk a párkapcsolatra módszerek. Nincsenek. Érted? Nincs az, hogyha az egyik ilyen, a másik olyan, akkor mondjuk az egyik, vagy a másik, vagy akár mind a kettő elgondolkodna azon, hogy mit kellene csinálnunk, hogy jobb legyen a kapcsolatunk. Nem gondolkodnak el ilyen. Csak azt érzékelik, azt látják, hogy nem jó a kapcsolatuk. És ezáltal rossz érzés keletkezik bennük, és milyen egyszerű. Fogják, hogy szétmennek. Oké? Okay. Szóval, lényeg az, hogy láthatjuk, hogy miért van elbutulás ezen a bolygón. Tehát igazából ez a fő ok. Tehát nem a hatalom a fő ok, hanem a technika a fő ok. Tehát megnézed, a technikával még a hatalom nem csinált elnyomást. Vagy közel se olyan elnyomást, mint most. Tehát akkor tudják a népet elnyomni, ha el van butulva. Ahhoz, hogy elnyomhassák az embereket, ahhoz először el kell butulni. Oké? Okay? És akkor szépen ugye egyre több technikai eszköz, egyre okosabb technikai eszköz. Tutira veszem, hogy hamarosan a telefonban is ott lesz a mesterséges intelligencia. Biztos lehetsz benne. Oké? Okay? És az azt jelenti, hogy minél inkább nem kell gondolkodnod, annál inkább elbutulsz. És minél jobban elbutul egy ember, annál könnyebben elnyomható. Tehát mit jelent az, hogy elnyomható, és mit jelent az, hogy nem elnyomható, mi a különbség a kettő közt? Egy nem elnyomható ember nem hagyja, hogy elnyomják. Világos ez? Tehát nem hagyja. Na most, hogy mennyire hagyják az emberek, hogy elnyomják őket, erre a legjobb példa az elmúlt 3 év volt. Tehát ha valaki nem győződött meg arról, hogy az emberek mennyire elnyomhatók ebben a 3 évben, akkor én nem tudom, hol élt. Tehát az elnyomhatóságot, csak annyit szeretnék mondani, hogy mondjuk este 8 után Magyarországon mennyi autót járt, láttál az utakon? Én tudom, hogy nem nagyon voltak, mert gyakran innen az irodába hazamentem úgy éjszaka, hogy egy autóval se találkoztam. Tehát ami azt jelenti, hogy parkoló autókkal találkoztam, de se az én irányomba, se szemből egy fia autó nem jött, érted? És nem tudom hányszor mentem így az irodából el, hogy semmi autó nem volt, érted? És előtte soha nem volt ilyen. Mehettem én haza innen hajnal 4-kor is, mert olyan is volt. Egy hajnal 3-kor olyan is volt, mégis találkoztam autókkal. Érted? Előtte. 2020 előtt. Most is vannak éjszaka autók, de érdekes módon sokkal kevesebb, mint 2020 előtt. Éjszaka. Éjszaka. Éjszakáról beszél. Tehát sokkal kevesebb, mint 2020 előtt. Tehát tök jól megnevelték a lakosságot, hogy 20 óra után üljön otthon. Hát ami azt jelenti, hogy sikerült az elnyomás. Tehát az emberek hagyták, hogy elnyomják őket. Világos ez?
Miért? Mert elbutultak. Oké? És minél jobban elbutulnak, annál jobban hagyják. Mondok példát, jó? Soha nem tapasztaltunk olyanokat, hogy nem érkezik meg egy átutalás. Mostanában rendszeresen van ilyen, hogy egy banki átutalás nem érkezik meg. Hát ez rendszeresen. Akkor rendszeresen van olyan, hogy tudom én, nem tudod megnyitni a bankszámlát. És nem tudod megnézni az egyenlet. A régebben ilyen nem volt. Nem volt ilyen. Nem tudod letölteni a banki kivonatot, érted? Ilyen se volt. Tehát ami azt jelenti, hogy mintha tesztelnék az embereket ezzel kapcsolatban. Szó szerint, hogy meddig mehetnek el ebben a kérdésben. És minél jobban elbutul a társadalom, elbutulnak az emberek, annál jobban megtehetik, hogy játszanak a banki adatokkal. Aki a bankszámláddal, inkább úgy mondom. Tehát ez mondom egy tendencia. Nekünk ugye több bankszámlánk van, cég is vagyunk. Ugye nem is egy cégünk van. És látjuk, hogy hogyan működnek ezek. Össze tudjuk hasonlítani. Ugye céges bankszámlánk van 93-tól, magánbankszámlánk van 84-től, és látjuk, emlékszünk, hogy hogy működött ez, és most hogy működik. És ebben azt látjuk, hogy nem javult a helyzet, hanem romlott a helyzet. Tehát romlott. Tehát lassan most már naponta egy olyan, legalább egy olyan ember van, aki fizetett, és nem érkezett meg a tandíj. Érted? Hát ilyen régen egy se volt. Oké. Szóval, ezt most azért mondom, mert azért tudják ezt megcsinálni. Mert elbutulsz. Oké? És minél jobban elbutulnak az emberek, annál több mindent lehet megcsinálni. Oké? Na nézzük meg, hogy mivel segítünk az embereknek. Vannak fejlesztő képzéseink. Coach képzéseink. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Rendszeresen havi 30 órában vannak. Nem az első részben, a második részben. Sokan azt gondolják, hogy ó, hát én már a Miklós előadásra itt nézem, ó, 5-6-7 éve. Hogy az elég. Én tudom, hogy azt így gondolod, mert rengeteg olyan előadás van az interneten, ahol vannak benne érdekességek, olyan érdekes dolgok, hogy szívesen megnézed, ami érdekel téged. Például olyan is, hogy hú, tényleg én ilyen vagyok. És akkor elmondják, hogy ne olyan legyél, hanem amolyan.
És akkor nálunk is az első részekben kaphatsz ilyet, hogy esetleg felismersz dolgokat, hogy te olyan vagy. És még olyat is hallhatsz, hogy ne olyan legyél, hanem amolyan. És akkor úgy gondolod, hogy ez a normális. Sőt, lehet, hogy már voltál olyan képzéseken is, amiért fizettél is. És ott sem kaptál módszert. Hanem igazából csak motiváltak. És akkor még utána, amikor kifizettél mondjuk egy hétvégére egy alkalomra, mondjuk egy vasárnapra, vagy egy szombatra mondjuk, mit tudom én, minimum 10 000 forintot, és akkor még úgy is gondoltad, hogy hú, milyen jól éreztem magam, és milyen jó volt az előadók, vagy az előadó is, mert milyen okos dolgokat mondott. És akkor utána az életed az mégsem változott semmit. Mert nem adtak módszert. Nem volt módszer. Tehát, és lehet, hogy voltál ilyen dolgokon is már. És akkor megszoktad, hogy hát biztos módszerek nincsenek. Hanem csak az van, hogy ne ilyen legyél, hanem olyan. Ha arra mész, akkor ne arra menjél, hanem arra. És akkor azt gondolod, hogy ez a természetes. Pedig hidd el, nem ez a természetes. A természetes az, hogyha az ember fejlődni, változni akar, javulni akar, bármilyen területén az életének, módszerre van szüksége. Tehát a nem információra van szükség, az egy információ, hogy felismered, hogy ilyen vagy. És az is egy információ, hogy ne ilyen legyél, hanem olyan. A tudás az módszer. Oké? Tehát, hogyha a tudásban nincs módszer, csak az, hogy ilyen vagy olyan legyél, az nem tudás. Oké? Az csak motiváció. Oké? Hú, de okos vagyok, felismertem, hogy nem ilyennek kéne lenni. És akkor boldog lesz az ember, hogy hú, milyen okos. Mert hát felismertem, hogy nem olyannak kellene lennem, hanem ilyennek. De hogy jutsz el oda? Mondok példát, jó? Általában olyan ember nyit egy bizonyos típusú vállalkozást, aki azon a területen szakember. Például általában az nyit mondjuk egy kis vegyesboltot, aki foglalkozott előtte kereskedelemmel. Sőt, tanulta is. Oké? Tehát a legtöbb vállalkozást olyan emberek nyitják, akik azon a területen már dolgoztak. Oké? Persze vannak olyanok, akik azon a területen nem dolgoztak, és úgy nyitnak egy vállalkozást, és halvány lila gőzük nincs, hogy hogy kell azt a területet csinálni, de ez a ritka. Tehát általában olyanok nyitnak, még egyszer mondom, vállalkozást, akik azon a területen vagy tanultak, vagy dolgoztak is, illetve mind a kettőt is természetesen. Tehát azon a területen van tudásuk. Világos ez? És ennek ellenére a vállalkozások több mint 90%-a, az induló vállalkozások több mint 90%-a az első 3 évben tönkre megy. Na, akkor erre varjál gombot. Hogy a manóba, mikor értenek az a szakterülethez? Oké?
Na ugyanez az ember. Tökéletesen ugyanez. Rátalál egy olyan dologra, hogy miben kellene változni, sőt azt is mondják, hogy milyennél kellene válni, és akkor végig gondolja, hogy hú, de okos vagyok, mert mekkora felismeréseim voltak ott a képzés folyamán, és akkor utána jönnek a hétköznapok, és semmi változás nincs. Vagy lehet, hogy mondjuk egy hétig van változás, de utána már nincs. Na most, nem tudom, ki az, aki végzett mondjuk agykontrollt, jó? Ezt csak példaként mondom, nem leértékelni akarom az agykontrollt, most félre ne értsétek. Agykontrollt végzett valaki? Csak azért, mert talán az legismertebb olyan képzés, amit nagyon régen csinálnak, már a 90-es években csinálták, és nagyon sokan, hát lehet mondani, hogy millió felett végezték el Magyarországon. Tehát millió felett végezték el. Na most ezt megnézzük. Ugye hogy adták el az agykontrollt? Miért ment mindenki? Hó, hát mindenki úgy futott neki az agykontroll, hát világ megváltás. Majd megváltozik az életem. Hó, milyen fasza életem lesz. Oké? Hát így futott neki mindenki az agykontrollnak. Na, akkor megkérdezném, és hány embernek változott meg az élet az agykontrolltal? Pozitív irányba. Tehát nem a következő két hétben, hanem úgy azóta. Egy ilyen elenyésző százalék. Nem éri el az 5%-ot. Érted? És ez nem leértékelése. Mert ugyanis, gondold végig, ez ugyanaz, mint a vállalkozók, hogy nekiállnak az emberek szakemberként, érted? És utána belebuknak a vállalkozásukba. Miért? Nagyon egyszerű. Ugyanaz, mint hogy egy ember eljár ilyen képzésre, olyan képzésre, amolyan képzésre, és nem javul az élete. Sőt, ismerünk olyanokat, hogy elmentek spirituális képzésekre, és utána összeomlott az életük. Tudjátok, hány ilyen példa van? Hogy elmentek szó szerint spirituális képzésekre, és utána összeomlott az életük? Ennek is megvan az oka, hogy miért. Hogy miért, de nem ez a lényeg. Az emberek nem tudják, hogy ahhoz, hogy bármi fejlődjön, mondjuk egy vállalkozás fejlődjön, vagy egy egyén fejlődjön, az nem elég csak annyi, hogy nekiállok, nekiülök. Nem elég. Az édes kevés. Tehát ott kezdődik az egész, hogy a legtöbb embernek még ez sem teljesen világos, hogy miért kezd bele. Például sokan azért kezdenek bele, hát mert érdekel ez a téma. Mondjuk a vállalkozó azért kezd bele, ó, hát majd abból fogok megélni. Oké? És ezt gondolja. Csak ez édes kevés, harmad gyönge miért? Oké? Akkor van egy másik dolog. Az ember, hogy fejlődjön, tudnia kell, hogy ahhoz a fejlődéséhez mire, vagy a vállalkozás fejlődéshez mire van szüksége. Oké? Ez az összes eszközt elő kell teremteni, és az összes szabályt elő kell teremteni.
Érted? Tehát például nekiáll egy vállalkozó, és azt mondja, hogy húha, 4 óra, hát be kell csukni. Mármint délután 4. Nem hajnal 4. Hát mert menni kell haza. Érted? Tehát nem a vevő az első, hanem minden más. Tehát úgy kezeli a vállalkozását, mintha ő alkalmazott lenne. 8-tól 4-ig nyitva van. Érted? Ez nem vállalkozás, az alkalmazotti lét. Csezd meg. És ugyanez az emberek. Hú, hát fejlődni fogok. És akkor azt mondja, hogy na, amit tennem kell ahhoz, hogy fejlődjek, ahova naponta foglalkozik 5 percet. Érted? És akkor azt gondolja, hát nem jött össze. Tehát mondom, 2 dolog, illetve már 3-nál tartunk, amiért nem elég erős. Fogalma nincs, hogy milyen eszközök kellenek, és hogy azt hogy kell használni, és hogy milyen szabályokat alkalmazzon. Fogalma nincs. Akkor nézzük a következőt. Ugye ez 3 volt, van egy 4. És ez sorrend is, amit elmondtam. Jó? Már legyünk ennyibe. Tehát még ha sorrendet összekeveri az ember, az is baj. Ugyanis a legtöbb ember nekiáll valaminek, mondjuk a saját fejlődésnek, vagy mondjuk egy vállalkozásnak, és akkor az első dolog az, hogy hiányzik ez a 3, álljunk neki. Az az első, hogy csinálja. Nem, az a 4. dolog. Oké? Okay? Tehát először is tudni kellene, hogy miért csinálod. Majd tudni kellene azt, hogy milyen eszközzel kellene csinálni. Mi kellene ahhoz, hogy azt tudjam csinálni. Milyen szabályokat tartsak be, hogy jól tudjam csinálni. Mert a szabályok ahhoz kellenek, hogy jól tudjam csinálni. Világos ez? És akkor utána, amikor ezek megvannak, na akkor már nekiállhatok. De utána megjönnek azok a gondok, amin már mondjuk sok vállalkozó, az embereket most hagyjuk ki, mert az emberek általában idáig nem jutnak el. A vállalkozók esetleg idáig eljuthatnak, mert megcsinálták az első 3 dolgot. Akár az elsőt is, ami érted. Még jól megcsinálták. És eljutnak a 4. dologig, hogy csinálhatják. De ott még mindig van, hogy utána. Hogy mit, meddig fogsz csinálni? Mikor mit fejezel be, és mikor mit kezdesz el? Ha ezeket megint felcseréled, puf, bukta! Ugye ez volt a 3., az 5., nem? És még, képzeljétek, még olyan is van, aki vállalkozó, most magánszemélyek idáig el se jutnak. Hogy még ezt is megcsinálja, még az 5. is, érted? Még azt is jó el tudja tervezni, hogy mit, meddig csinálja. És tényleg jól csinálja. És van egy 6. dolog. Amin a vállalkozók is elvéreznek, és ezért tönkre mennek az első 3 évben nagyon nagy százalékban. Tehát az emberek idáig el se jutnak. Tehát magánszemélyként. Ez pedig az, hogy mi van, ha valami nem megy, vagy ha valahol elakadok, kihez fordulhatok, mihez fordulhatok tanácsért, ki fog segíteni. Ez a legnagyobb bukta. Hogy nincs, aki segítsen. Elakad,
és nem tud kihez fordulni. Most gondold végig, van egy vállalkozó, azt mondja, hogy hú, annak milyen jól megy, megyek oda tanácsért. Ugyanazt csinálja, mint ő. Érted? Fog neki tanácsot adni? Ha bolond lesz a konkurenciának tanácsot adni. Mondod végig. És ugye csak oda megy az illető, és azt látja, hogy nekik milyen jól megy, és ő mindent jól csinál, és most elakadt, és kitől kérjen tanácsot? Ha vannak elméleti szakemberek, akik ahhoz a területhez semmit nem konyítanak, hanem általános dolgokat mondanak és tanítanak a vállalkozóknak. Oké? Tehát általános. Mit tudom, én tételezzük fel, mondjuk az a vállalkozás, mondjuk azzal foglalkoznak, most csak eszembe jutott valami, hogy mondjuk a dízel autóknak a részecske szűrőjét pucolja ki. Oké? Szerinted az általános tanácsadók foglalkoztak valaha dízel részecske szűrő tisztítással? Biztos, hogy nem. Egy sem. Ezért oda megy, és ad általános tanácsot, amivel a legtöbb vállalkozó kitörülheti a hátsóját. Oké? De fizetett érte, így van? Fizetett. Mikor nekem jöttek régen ilyen szakemberek, és mondom, te csináltam már életedben ilyet, amit én csinálok? Azt mondja, nem. Hát akkor köszönöm szépen. Ennyi volt. Jó, akkor ne adja akar nekem tanácsot adni. Oké. Mert úgyse fogsz tudni. Mert tudtam, hogy akkor csak fizetek, és úgyse fogom tudni használni azokat a tanácsokat. Világos ez? Na akkor most nézzük meg a magánszemélyeket, jó? A magánszemélyek, mondom, idáig el se jutnak. El se jutnak. Azt mondják, hogy hú, de jó, fejlődök, hú, de jó lesz. Aha, igen, de miért akarsz fejlődni? Tehát, ha megnézed, elmennek az emberek mindenféle képzésekre, most a PPA-t vegyük ki ebből, jó? Elmennek mindenféle képzésekre, és tudod, milyen fejlődik? Az egója. Baromi jó. És akkor azt gondolja, mert az egója fejlődött, hogy hú, de szuper, képzésem voltam. Mert milyen szuper gyerek vagyok. Ami azt jelenti, hogyha az embernek megnövekszik az egója, ezáltal lecsökken az a kommunikáció, amit vele folytatni akarnak emberek. Tehát az ego növeléssel csökken a felé irányuló kommunikáció. Tehát az minél nagyobb valakinek az egója, annál inkább nem akarnak vele kommunikálni. Ami azt jelenti, hogy az ember sikeres élethez pedig az kell, hogy az ember jól tudjon kommunikálni az emberekkel. Persze, kis önbizalom mellett sem működik az, hogy jól kommunikáljon az ember. De elmegy egy bármilyen képzésre, ami valamit fejleszt az emberben, megnövelik az egóját, és ő azt gondolja, hogy ő neki mennyivel megnövekedett az önbizalma. És ez óriási tévedés. Mert az egója növekedett meg, mert ha az önbizalma növekedett volna meg, akkor az emberek szívesebben kommunikálnának vele, mint előtte. De neki nem az önbizalma növekedett meg, hanem az egója. És mondom, az ego növekedés és a kommunikációs képesség az fordítottan arányosan működik.
Tehát ahogy nő az ego, kommunikációs képesség úgy romlik. Akkor nézzük tovább. Tehát már itt elakadnak az emberek. Akkor ott van, hogy milyen eszközöket használ, és milyen szabályokat tart be. Ugye ez két különböző téma. Hát megpróbál eszközöket használni. Ugye nem csak fizikai eszközöket lehet használni, hanem elméleti eszközöket is természetesen. És de belefutnak a következő dologba, amin elvérzik a legtöbb ember. A szabályok betartása. Tudod, miért nem tartják be a szabályokat? Mert ki se alakítanak új szabályokat. Tehát, ha azt akarjuk, hogy valami fejlődjön, növekedjen, valamelyre haladjunk, akkor ki kell tűzni új szabályokat, és az új szabályokat be kell tartani. Oké? Okay? Tehát nem elég, hogy van szabály, be is kell tartani. Sok ember esetleg még szabályt is tanul, csak nem tartja be. Szóval érdekes helyzet. Itt szépen elvéreznek az emberek. És akkor oda jutnának, hogy mondjuk csinálni kellene. Mert akkor már megvan a szabály, és előtte megvolt az eszközök, és előtte megvolt, hogy miért, jó erős miért, és mondjuk nekiállna. És mindennek, aminek az ember nekiáll, még a vállalkozók is, akik szakemberek és nekiállnak, megélnek kudarcokat. Na most akkor mondanám. Ez a kudarc megállítja az embert. A legtöbb embert, úgy ahogy van, megállítja. Ugyanis az embereknek ilyen tupöti, magyarul ilyen jó picike. Jó picike, tehát pöti, pici, kudarc tűrő képessége van. Miért? Nagyon egyszerű. Mert a kudarc tűrő képesség az fejlesztett képesség. Nem velünk született képesség. Illetve velünk született, mert mikor a gyerek kudarcot vall, akkor tovább lép. Tehát velünk született, bocsánat, úgy helyesbitek, velünk született tulajdonság, inkább úgy mondanám, hogy elvették ezt a tulajdonságot. Jó? Tehát a kudarc tűrő képességet elvették. Ez benne van a rossz nevelés, benne van az iskola, óvoda, természetesen. És az ember szépen a kudarc tűrő képességet, tehát honnan látni, hogy ránézésre kudarc tűrő képesség? Hát onnan, hogy valaki olyan típusú ember, aki belemer vágni dolgokba. Vagy olyan típusú, aki nem mer, vagy nem nagyon mer belevágni dolgokba. Ugye azért nem mer az ember belevágni dolgokba, mert fél a kudarctól. Világos ez? Tehát ugye a kisgyerek azért nem fél a kudarctól, mert nem tudja, mi az. Oké? Okay? Onnantól, hogy az ember megtanulja, mi az, hogy félelem, meg mi az, hogy kudarc, és ezt a kettőt összekapcsolja, akkor már onnantól kezdve az ember tudja, hogy mi is az, hogy félelem a kudarctól. Oké? És aki gyerekkorában megélt ilyen helyzeteket, és nem állt talpra,
Oké? Nem bíztatta senki, hogy haladj, menj. Ez csak most tédre estél, állj föl, menj tovább, érted? Akkor az illető az felnőttként is úgy fog működni, hogy belevág mondjuk valamibe, de az első kudarc az letaglózza. És akkor ott is marad a padlón. Tehát tudod, mint mikor egy box meccs lenne, kiütötték, kész, föl se áll. Lehet rászámolni. Szóval, a kudarc tűrő képességet ki kellene fejleszteni. Nyilván most nem fogom elmondani, hogy hogy kell. Tanítom a képzéseket. Eddig megnézted, csupa olyan dolgot mondtam, amiben módszer nem volt. De mondtam, hogy mi a gond, vagy milyennek kellene válni, de nem mondtam, hogy hogyan. Nem is fogom. Az mind a képzéseken van. Oké? Csak az a különbség, hogy nem tudsz olyan problémát fölhozni, tudod, amire ne tudnék módszert adni. Ez a különbség köztem és más tanítók között. Oké? Vagy más ember között. Bármilyen problémát mondhatsz, én hozzá tudom tenni a módszert is. Nem csak azt, hogy hú, ilyen vagy, hú, ilyennek kellene lenni. Oké? Hanem azt is tudom mondani, hogy hogy kell oda eljutni. De azon kívül, a módszeren kívül van más dolog is. Akkor nézzük tovább. Szóval, az egyének elvéreznek ezeken a dolgokon. Jó? És gondold végig, ha egy egyén fejlődik, vagy fejlődni akar, és elakad, kihez fordulhat segítségét? A jó édes anyjához? Hát, nem feltétlenül. Oké? Tehát nem feltétlenül. Mert lehet, hogy ő már jobban el van hűlve, mint a gyereke. Tényleg. Szóval, kihez forduljon? Mondjuk elmegy valaki mindenféle képzésre. Mondjuk agykontrollra. Vagy bármire elment. És utána elakadt. Kihez fordult? Domján Lászlóhoz? Hát ez nem tudod. Vagy a Domján Gáborhoz? Na, azt se tudod. Világos ez? Ugye engem még annak idején Domján László tanított, ugye? Nem egyedül, hanem több. Ő hozta be az agykontrollt Magyarországra. Szóval, elakadtam volna, nem fordultam, vagy nem tudtam volna hozzáfordulni. Már egyszer Tunéziában találkoztam vele. Tényleg így tök véletlenül. Egy buszos kirándulás volt, ők is egy busszal jöttek, mi is egy busszal, és találkoztunk a sivatagban. Na, milyen kicsi a világ. Nincsenek véletlenek, igen. Szóval, lényeg, hogy ahogy mondom, az emberek elakadnak. Ki segít nekik? Nem tud segíteni senki. Oké. Tehát azt kellene megértened, hogy ha te boldogulni akarsz az életedben, mondjuk ezeken a területeken, itt van 10 terület, szeretnél boldogulni, akkor tanulni, fejlődni kell. Azt gondolod, hogy lehet máshol is tanulni, fejlődni. Igen, találj körülbelül 25 olyan tanítót, akik talán át tudják adni azt, amit én egyedül. És akkor kifizeted a gatyádat is, mert annyiba fog kerülni. Oké? De akkor is azoknál a 25 tanítónál sehol nem lesz az a lehetőséged, hogyha elakadsz, akkor fognak neked segíteni. Oké? Sőt, a 25 tanító jó része még módszert se fog adni. Tehát ami azt jelenti,
hogy ugye én tudom, hogy itt van a tudás, de nem ez a fő probléma, nem a tudás a fő probléma, hanem ha az elakad az ember, akkor kihez forduljon. És a vállalkozók nagy része ezen bukik el, az egyén meg el se jut idáig, mert már előtte elbukott a saját személyes fejlődésében. És nálunk van egy kidolgozott rendszer, egy olyan közösség, ami nem egy átjáró ház, ahol a fluktuáció nagyon kicsi, ahol jönnek be az emberek, és annak nagy része itt is marad, tartósan, hosszú távon. És azok közül sokan látható fejlődést elérnek. Főleg azok, akik kénytelenek látható fejlődést elérni. Mert rákényszerülnek, azért kénytelenek. És miért kényszerülnek rá? Mert képzeljétek el, tanácsért fordulnak hozzájuk mások. Kik? Hát akiket hoztak. Meg azoknak az emberei. Meg azoknak az emberei. Érted? És azáltal, hogyha az emberhez tanácsért fordulnak, akkor az ember fejlődni akar, hogy tudjon tanácsot adni. Érted? És ez egy kényszerítő erő, érted? Hogy az ember ne bőgjön le, mikor tanáccsal fordulnak hozzá. Tehát itt rajtam kívül több olyan ember fejlődött ki, aki többet tud, mint bármilyen oktató. Oké? Akihez fordulhatnak az emberek, az ember és az élet működése terén. Tehát nem csak én, hanem itt többen vannak már olyanok. Mert egyszerűen kénytelenek fejlődni, mert olyan sok ember fordul hozzájuk tanácsért. Érted? És lehet, hogy van olyan szakterület a Földön az ember és az élet működésével kapcsolatban, amiben egy bizonyos szakterületen lehet, hogy többet tud valaki, mint itt mondjuk a vezetők közül bárki, engem leszámítva. De összességében azok a vezetők, akik itt vannak, többet tudnak, mint ők. Nem tudom, világos voltam. Tehát az azt jelenti, na ezt hogy oldják meg mások, mint amit most beszéltem. Tehát itt lehet a vezetőkhöz fordulni tanácsért. Érted? Akik többet tudnak, mint a bolygón az összes vezető közül a legtöbb. Nem, mind. Érted? Nem együtt, nyilván. Személyesen. Tehát jöhet ide a bolygóról bármilyen tanácsadó, oké? Az élet és az ember működéséről én többet tudok, mint bármilyen tanácsadó, de nem csak én tudok többet. Világos ez? Tehát az azt jelenti, hogy lehet, hogy van olyan, aki egy bizonyos szakterületről többet tud, mint esetleg itt valamelyik vezető. Mondom magamat leszámítva. De nálam nem tud többet. Tudod, miért nem? Mert ha ő többet tanult, akkor meg lekérdezem és megkapom a választ. Nem tőle kérdezem le. Oké? Okay? Most gondold végig, hogyha én valamilyen témáról akarnék tanítani, és van egy olyan ember, bármilyen téma az ember és az élet működéséről, amiről sose beszéltem, és nekem elkezd mondani arról valamit, és akkor simán leállíthatom, mert utána lekérdezem azt a dolgot, érted?
és lehet, hogy többet tudok róla, mint ő. Pedig ő lehet, hogy azzal a témával foglalkozott 30 évet. Érted? És akkor ezt nem kell elhinni, én meg ezt tudom, hogy így működik. Miért? Mert tudod, milyen szerepem van számva a jövőben? Az, hogy hozzám fordulnak majd az állami vezetők tanácsokért. Oké? Okay. És ez nem nagy képűség, hanem tudom a jövőt. Tehát egy olyan korszak lesz a jövőben, ahol képzeld el, az állami vezetők tanácsé fordulnak olyan szakemberekhez, akik nem elnyomók. Érted? Mert most jellemzően sajnos olyan szakemberekhez fordulnak, akik az elnyomás segítik. Mert a jövőben olyan társadalomnak kell lenni, ahol nincs szándékos elnyomás. Tehát mondom még egyszer, szándékos elnyomás. Most tele van a világ szándékos elnyomással. Mert az emberiség 20%-a elnyomó. No, úgyhogy gondolkozz el azon, amiket hallottál, és akkor itt van 26 nagy témánk. Jelenleg, tehát itt lassabban tekerem, itt vannak a témák, etika, eredményes, tehát ugye etika coach, eredményes tanulás coach, önismeret coach, vérmérséklet coach, hangulatjavító coach, személyiségfejlesztő coach, elnyomás feloldó kocs, önbizalom teremtő kocs, szeretet teremtő kocs, gyereknevelés kocs, párkapcsolat kocs. Itt tartunk most. Harmadik hónapja csináljuk. 2018 nyarán volt utoljára párkapcsolat kocs képzésünk, körforgásban mennek a képzések. A 26 téma az körforgásba megy, és 5 évvel ezelőtt volt, úgyhogy még a témákban, ha megnézzük, hanyadiknál tartottunk, nem tudom, számoltátok-e? A 26-ból. Megnézzük? Hát számoljuk majd gyorsan, jó? Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. témában vagyunk, és több mint 5 éve folyik a képzés. Akkor hány év tudás van bennem? Hm? Jó? Csak hogy tiszta és világos legyen. És akkor sokan még azt gondolják, hogy itt van a párkapcsolat, hogy nincs is párkapcsolatom, nem is lesz. Minek nekem ezt tanulni, érted? De basszus kulcs! Hány ember van a környezetedben, aki kínlódik a párkapcsolati kérdésekben? És szeretne párkapcsolatot, de valahogy sose úgy alakul, ahogy szeretné. Hm? És nem jutott még eszedbe, hogy milyen jó lenne ezeknek az embereknek segíteni? Hát nyilván, ha kérik meg, ha tudják, hogy esetleg tudsz benne segíteni. Hm? Miért akarsz mindent magadért tenni? Ha mindent magadért akarsz tenni, te sose leszel boldog. Sose. Mert az boldogítja az embert, hogyha mások sikeréhez hozzá tud járulni. Érted? És az, hogy most az élete melyik területén lesz sikeres az az illető, a te közreműködésed által, az most ebből a szempontból lényegtelen.
Tehát sokkal nagyobb boldogság az, amikor azt látod, hogy más azáltal jobban él, mert te segítettél neki. Érted? És gondold végig, a coach szakterület az egy szakterület, ahol akik coachként működnek, azok óránként olyan 4000 forinttól olyan mondjuk 50000 forintos óradíjig dolgoznak. Bár én már hallottam olyan coachról, amelyik ilyen 500000-es óradíjjal dolgozott. Jó, tehát nyilván nem magyar coachról van szó, hanem dollárba számítsátok el. Szóval, de én mégse azt javaslom, hogy legyél coach, de tanuld ezeket a dolgokat itt, és akkor olyan leszel, mint egy coach, de tudod, kiket coachingolj? A saját embereidet. És azoknak fogod tudni követni évek, évtizedek során akár a fejlődését. És nem csak egy villanás egy ember az életedben, érted? Segítettél egy problémáját, vagy két problémáját megoldani, és utána többet nem találkozol avval a személlyel. Az nem olyan öröm, mint mikor egy embernek látod a fejlődését éveken, évtizedeken keresztül. És akkor miért ne élhetnél te ilyen dolgokból? Miért jobb bármi más csinálni? A mesterséges intelligencia nem fogja azt neked megmondani, hogyha ilyen-olyan párkapcsolati gondod van, akkor hogy csináld, hogy javítsd meg. Érted? Jó? Mert arra nem lesz mesterséges intelligencia. Ezt jó, ha tudod. Okay. A problémák megoldására nem lesz mesterséges intelligencia. Tehát amit az emberek nem tudnak kigondolni, azt a gép se tudja kigondolni. Oké? Okay? Ha egy gépnek kell kigondolni azt, amit az emberek nem tudnak kigondolni, akkor ez nagyon nagy baj lesz. Oké? Okay? Úgyhogy maradjunk ennyiben, hogy várunk szeretettel, és mindenkinek nagyon kellemes, boldog új évet, illetve kellemes karácsonyt egyelőre még csak. Nagyon boldog ünnepeket, és kellemes karácsonyt kívánok. Az a lényeg, hogy itt vannak a következő napok, meg az utána következő hetek, meg az utána következő hónapok, meg évek. Az a lényeg, hogy szeressétek egymást. Jó? De akkor kezdődhet ez a szeretet hullám, mondjuk most karácsonyra. Nem? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!